A használt és az új autók eladásának száma évről évre egyre magasabb. Idén a tavalyihoz képest mintegy ötödével több autó cserélt gazdát, miközben újakat is egyre többen vásároltak. A forgalom növekedésével az autók átlagára is folyamatosan emelkedik. Az egyik legnagyobb online kereskedés adatai alapján leginkább a benzines 1,8 millió forint körüli autókat szeretnék eladni a tulajdonosok, vagyis ezekből a típusokból van a legtöbb hirdetés. A hazai piacon leginkább a külföldről behozott és az új autók vásárlása miatt lecserélt járművek keresnek gazdát. A használt autópiac folyamatos növekedése az töretlen az elmúlt negyed évben is. A használt autópiacon 50 ezer felett alakul az adásvételek száma egy hónapban, ami 18%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. Ugyanígy az új autó vásárlások száma is fölfele megy, illetve a behozott használt autók mennyisége is folyamatosan növekszik. Természetesen ezek a számok egymással összefüggnek, ugyanis a folyamatosan növekvő új autó eladások maguk után vonják az ilyenkor történő autóbeszámítások és autócserék miatt a használt autópiac mozgását is. A használt autóknak az átlagára kismértékben folyamatosan növekszik a hazai kínálat összmennyiségét figyelve. Természetesen ez kategóriánként eltérő. Az átlagár jelenleg 1,8 millió forint a használtautó.hu-n kínált 120 ezer jármű átlagárában. Természetesen ez korcsoponténként különbözik. A 0-2 éves kategóriában átlagosan 7,7 millió forintosak az autók, míg a 3-5 éves korban 4,4, és például az idősebb autóknál a 12 éves kor fölött már 1 millió forint alattiak az átlagárak. A külföldről behozott használt autók száma a 2008-as gazdasági világválság óta nőtt meg jelentősen. A szakértők szerint még néhány évig többségében lehetnek a behozott autók az újakkal szemben, viszont jelentős változás lehet, hogy az importált autók között egyre kevesebb dízelt keresnek a vásárlók. Vendégem a stúdióban Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Hát itt a bejátszásban elhangzott, hogy örvendetesen növekszik az autóeladások száma, mind az új autók, mind a használt autók tekintetében. Milyen érveket és ellenérveket tudunk felhozni új autó és használt autóval kapcsolatosan? Azt gondolom, van, aki megrögzötten csak használt autót szeretne venni, van, aki megrögzötten csak új autót. Igen, tehát nyilván a vásárlói szokások az utóbbi években átalakultak. Itt visszamennék egész 2008-ig a válság időszakáig. Addig 150-180 ezer új autót adtak el. Ez 2009-2010-re visszaesett egészen alacsony számra, tehát ilyen 50 ezer alatti új autódarabszámok voltak. Ezzel együtt a használt autódarabszám az nem esett olyan drasztikusan vissza, tehát egy 15-20%-os visszaesés volt. Tehát nagyon sok korábbi új autóvásárló átpártolt a használt autóra. Ez összefüggött azzal is, hogy kevesebb hitelt vettek fel, tehát a gépjármű eladások nagy mértékű visszaesése mögött a hitelfelvételi kedv visszaesése is szerepet játszott. Tehát itt gondolhatunk ugyebár a deviza alapú hitelekre és a svájci frank és egyéb dolgokra, amelyek ugye nagyon-nagyon megzavarták a piacot. Az utóbbi, mondhatjuk úgy, hogy három évben, 2013-tól az új autó darabszám is, új autó értékesítés is szépen emelkedik. Ha jól tudom, ebben az évben 80 ezer darabszám elérhető. Az persze, hogy visszajönnek a 150 ezeres darabszámok, arra azért szerintem legalább 10 éves távlatban nincs esély. És ezzel együtt a használt autódarabszám is folyamatosan emelkedik, az emberek egyre több hitelt vesznek fel, de nyilván nem jön vissza az az időszak a 2008 előtti, amikor nagyon-nagyon könnyen volt hitelt felvenni. Itt részben összefügg azzal, hogy
a hitelfelvételeket jogszabály szinten korlátozták, tehát nem olyan könnyű felvenni, régebben 0%-tól lehetett felvenni hitelt, ez azért megszűnt. Nyilvánvalóan, akik ragaszkodnak az új autó vásárlásához, többnyire azért teszik, mert tartanak attól, hogy a használt autó az nem megbízható, lehet, hogy nem egészen jogtiszta, hallani azért elég furcsa, akár rémtörténeteket is arról, hogy lopott autó kerül végül valakinek a tulajdonába, tehát egy csomó olyan buktatója van a használt autó vásárlásnak, amit ők szeretnének elkerülni. Az utóbbi években azért történtek olyan új rendelkezések, amik ezt próbálják szabályozni, és egyre inkább tisztává tenni, és átláthatóvá tenni a használt autókereskedést. Melyek ezek? Igen. 2012-től lett az a szabályozás bevezetve, hogy a gépjármű nyilvántartási rendszerben, az úgynevezett okmányirodai rendszerben rögzítésre kerülnek a kilométerórálások. A használata nem is a lopások, hanem a kilométeróra csalások azok, amelyek talán leggyakrabban... Meg a műszaki állapot, amit eltitkolnak. Igen. Ezek, amik leggyakrabban problémát okoznak a vásárlóknak. Ez azt gondolom, hogy részben, nem teljes mértékben, de részben kiszűrhető ez a 12-től alkalmazott új rendszerrel, ami egyébként gyakorlatilag a magánvásárlók, magánszemélyek részére is lekérdezhető az ügyfélkapus rendszerben, akinek ügyfélkapus regisztrációja van, minden Magyarországon forgalmazott autónak a történetét, a kilométerórálásokat, műszaki vizsga adatokat le tudja kérni. Tehát ez már egy nagyon-nagyon előremutató rendszer, ez korábban egyáltalán nem volt. Viszont a külföldről behozott autók esetében ez a dolog még nyilvánvalóan nincs meg. Tehát is az utóbbi hónapokban a sajtóban nagyon sok hír jött arról, hogy a külföldről behozott autóknak nagy többsége problémás kilométeróra állások tekintetében. Itt nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy van különbség egy magánszemély és magánszemély között vásárolt használt autó esetben, illetve a hivatalos kereskedésben vásárolt használt autók között. Ugyanis magánszemély és magánszemély között jogszabályilag más a szavatossági igény, gyakorlatilag nincs szavatossági kötelessége, hogy magánszemélyen adja egy másik magánszemélynek a használt autóját. Ha viszont kereskedés bevásárol a magánszemély, akkor a kereskedés, ha a kereskedés hivatalosan adja el, tehát nem áll bizományos szerződések alapján, hanem tényleg a kereskedés adja el, akkor ő neki kötelező, bármilyen idős autóra elvileg, kötelező fél éves, minimum fél év szavatosságot, hogy használt autókra vonatkozó garanciát vállalni. Nyilvánvalóan ez nem egyenlő egy új autónak megfelelő garanciával, ez elsősorban a fő darabokra vonatkozó szavatosságot, garanciát jelent. Akkor erre érdemes odafigyelni, hiszen előfordulhat, hogy valaki kereskedésből vásárol autót, de valahogy a szerződésben mégis két magánszemély szerepel. Igen. És a Használt Autószövetségünk is erre hívja fel a figyelmet több fórumon is, hogy különbség van a között, hogy a kereskedés jogi garanciát ad, és ő ad számlát ad róla, tehát ez nagyon fontos, hogy ha az autókereskedés számlát ad, akkor neki ott szavatossági kötelessége keletkezik. Ha nem ad számlát, hanem csak egy másik magánszemély, két magánszemély közt közvetít, akkor gyakorlatilag neki nincs semmilyen szavatossági kötelessége. De mind a két forma törvényes? Igen. Itt úgymond a külföldi autók esetében nagyon sok kereskedés, vagy hát inkább úgy mondom, hogy nepper, kihasználja azt, hogy nincs összefüggés, összeköttetés a külföldi gépjármű nyilvántartás és a magyar gépjármű nyilvántartás között. Ebből kifolyólag gyakorlatilag, ha egy külföldi autót megvásárol egy magyar állampolgár, akkor nagyon sokszor, nem minden esetben, sokszor úgy papírozzák le, hogy külföldről vette az autót, ő személyesen ment ki Németországba, Oroszországba, bárhova, és úgy vette meg az autót. És hát ez nyilvánvalóan
gyakorlatilag okirat hamisítás, és ezáltal az autókereskedő ilyenkor mentesül a szavatosság és egyéb adózási jogi garanciák alól. Ezek szerint mindamellett, hogy a jogi környezet azért egyre inkább szabályoz, még mindig érdemes körültekintéssel vásárolni használt autót. Alelnök úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk, és a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.